Nyugodt építkezés, munkával teli, eredményekben gazdag 5 éves ciklus zárt a Vármegye. Okleveles technikus képzés. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőként valósul meg okleveles technikus képzés a rendészet és közszolgálat ágazatban. Országos könyvtári napok. A Magyar Népmese napjával indult el a programsorozat. Nyugodt építkezés, így fogalmazott az elmúlt 5 évet értékelve Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke 35 perc című műsorunkban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Elmondta, a munka gerincét a területi operatív programok megvalósítása és a TOP plusz feladatok előkészítése alkotta a Vármegyei Közgyűlés most lezárult ciklusában. Nyíregyházával együtt több mint 170 milliárdos fejlesztés várható az elkövetkezendő években a Vármegyében a TOP plusz program kereteinek felhasználásával. Erről is beszélt stúdiónkban Sesták Oszkár. A közgyűlés elnöke elmondta, az elmúlt időszakban számos feladat valósult meg. Kiemelte például, hogy a Vármegye éghajlatváltozási terve alapján többek között a vizes élőhelyek revitalizálását, a talajvízszint emelését és további vízügyi beruházásokat is terveznek a térségben. Nem közvetlenül a Vármegyei Önkormányzat feladata, de a gazdaságfejlesztés. Ebben vannak bizonyos kompetenciáink, hiszen a településfejlesztés az összekapcsolódhat szorosan az iparfejlesztéssel. Van is kifejezetten iparterületek fejlesztésére vonatkozó programunk, de van egy paktum programunk, ahol munkahelyek megőrzését, új munkahelyek támogatását segítjük elő, illetve képzési programokat tudunk indítani. Itt már Nyíregyházával közösen a paktum plusz program keretében ezt töretlenül fogjuk végezni. Több ezer munkahelyet sikerült ilyen módon megmenteni, illetve új munkahelyeket teremteni. És hát azok a kedvező gazdaságpolitikai intézkedések, és amit kormányzat elhatározott több mint 10 évvel ezelőtt, Magyarország újraiparosítása, a keretinnyitás, a konnektivitás, azok a megyében is érzékelhetők. Meggyőződésem szerint ezért tudtuk közös erővel azoknak az embereknek a munkájával, akik vállalták, hogy akár a munkásbuszra felszállnak hajnali 4 órakor, elmennek a következő ipari központba dolgozni, akár Nyíregyházára, Kisvárdára, Nyírbátorra, Mátészalkára. Az ő munkájuk eredménye az, hogy az ipari kibocsátásunk 4-szeresére nőtt 2010 és 2022 között. A megyei egyfőt eső GDP pedig 2,5-szeresére. Voltak persze inflációs hatások, de hogyha az inflációs hatásokat levesszük, akkor is ez egy, hogy mondjam, tiszteletre méltó teljesítmény. A közgyűlés elnöke hozzátette, nőtt a megye agrárkibocsátása és agrárpiaci jelentősége is, valamint a szolgáltatás és a turizmus területén is komoly eredmények tapasztalhatók. A Vármegye településeinek élhetőségéről és egyenlőtlenségeiről stúdiónk vendége elmondta, a kormányzati felzárkóztatási programoknak köszönhetően ezen a téren is javulás látható. A következő évek legfontosabb munkájaként Sesták Oszkár a közvetlen uniós források elérését jelölte meg. Nyilván elsősorban változatlanul a közösségi működéssegítő, önkormányzati működéssegítő pályázatok, legyenek akár ezek infrastruktúrális kutatásfejlesztési pályázatok, K+F tevékenységek, mezőgazdasági termelőkkel együttműködve, kamarával együttműködve, az egyetemmel együttműködő fejlesztési programok, tehetséggondozó programok, romák felzárkóztatását célzó programok, ami a következő évtizedek talán, ha nem is a legfontosabb, de egyik fontos kihívása a megye, illetve a Vármegye számára. Most lezárult a Vármegyei Közgyűlés 5 éves ciklusa, a június 9-én megtartott választások után október 4-én ül össze az alakuló közgyűlés. Október 1-től kezdődik a megbízatása a vármegyei polgármestereknek, a képviselőtestületek tagjainak, a területi és települési nemzetiségi önkormányzati képviselőknek is. A megválasztott polgármesterek feladata, hogy október 16-áig megtartsák az alakuló üléseket, a polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek az alakuló ülésen esküt kell tenniük, ezen vagy a következő ülésen meg kell választaniuk legalább egy alpolgármestert, és határozniuk kell a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról. Ez a folyamat együtt jár a bizottsági struktúra átalakításával is. Ott, ahol új polgármester kezdi meg a munkáját, az átadás-átvételi folyamatot a Vármegyei Kormányhivatal koordinálja, 8 napos határidőn belül szükséges a polgármesteri munkakört átadni.
További érdekesség a vármegyéből, hogy Apagyon apáról lányára szállt a polgármesteri tisztség a mai nappal. Több helyen régi új városvezető hívja össze az alakuló ülést, Szabolcs községben pedig Csegei László augusztusban lemondott a júniusban elnyert és október 1-től életbe lépő polgármesteri tisztségéről. Így október 20-án időközi polgármester választást tartanak a településen. A lemondás miatt eddig az időpontig a polgármesteri tisztség nem lesz betöltve. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőként valósul meg okleveles technikus képzés a rendészet és közszolgálat ágazatban. Az erről szóló együttműködési megállapodás pénteken írták alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az MSC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium képviselői. Ez az oktatási forma előnyt biztosít a középiskola utáni szakirányú továbbtanulásban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyamatosan szeretné biztosítani a hallgatók utánpótlását. A felsőoktatási intézmény hallgatóinak nagy része most is a keleti ország részből származik, hiszen például a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnáziumban magas fokú szakmai felkészítés zajlik. A két intézmény szeretné tovább erősíteni a kapcsolatot, ezért pénteken egy együttműködési megállapodást írtak alá a képviselők. Ennek értelmében, akik a Budaiban végeznek, egyenesen pályázhatnak a rendészettudományi kar képzésére. A legfontosabb, ha az egyetem szempontjából nézzük, ugye a okleves technikus képzéssel plusz kreditpontok megszerzésével az egyetemre felvett hallgatók már rendelkeznek kreditponttal. Ez az egyik. A másik, itt a Budaiban az oktatás kiszélesedik, a gyerekek megismerkednek egy másfajta módszertannal, másfajta tartalommal, másfajta innovációval, amit akkor is tudnak hasznosítani, ha nem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatják tanulmányaikat. A tapasztalatok szerint azonban kicsi a lemorzsolódás és a pálya elhagyás. Azok a fiatalok, akik a Budaiban kezdik meg tanulmányaikat, közel 95%-ban sikeresen be is fejezik, és ezen a pályán folytatják útjukat, legyen az felsőoktatási tanulmány vagy munka. Nagyon szeretik a fiatalok a rendészeti szakmákat. Ugye ez nem is szakma, ez egy hivatás, és mi erre neveljük a hallgatóinkat. Tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán mi úgy tekintünk a hallgatókra, hogy ők a jövő kollégái, a jövő kollégáink, 4 év múlva ők hadnagyok lesznek, és különböző beosztásba jönnek. Nagyon jó kondíciókkal tudnak nálunk tanulni. Minden hónapban körülbelül 300 000 forint körüli illetményt kapnak. Emellett az első évben ingyenes kollégiumi elhelyezés történik a részükre, ingyenes az étkezésük, ingyenes a ruházati ellátásuk, és természetesen a különböző rendvédelmi szervekhez kerülve ők hivatásos állományba kerülnek, és a hadnagyi beosztásnak megfelelő beosztásokat látják el. Az együttműködés egyedülálló lesz a vármegyében, máshol nincs okleveles technikus képzés a rendészet és közszolgálat ágazatban. Ez akkor lehet sikeres és hosszú távú, ha a képzéshez megfelelő infrastruktúra is társul. A szabolcsi emberek kötelességtudók, munkaszeretők és hazaszerető emberek, bárhol az országban hallaktanyákat nézzük, ha a rendvédelmi szerveket, a szabolcsiak letették a voksukat, és ezért véleményem szerint az egyetem is bízik a szabolcsi diákokban, és ilyen formán egy kicsit megkönnyíti az előmenetelüket is. Mi ennek nagyon örülünk, és ha ezt ehhez hozzáteszük, hogy a Budaiban hamarosan egy Európai Uniós és kormány támogatásból megvalósuló 3,5 milliárd forintos iskolafejlesztés indul meg, akkor pedig úgy gondolom, hogy olyan lehetőséget kapnak az ide betérő diákok, amely párját ritkítja nem csak a megyében, hanem ebben az ország részben. A 3,5 milliárd forintból új tantermek és kollégium is épül majd, valamint elvégzik az egyéb szükséges felújításokat.
A négy elem, vagyis a föld, a víz, a tűz és a levegő köré szervezik idén az Országos Könyvtári Napok programsorozatát. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye könyvtárai számos előadással, családi programmal várják az érdeklődőket. Nyíregyházán a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján a gyerekeké volt a főszerep. Mennek, mendegélnek, elérnek egy szép erdőt, és benne egy kicsi házikót. Rendhagyó percek, amikor a könyvtárigazgató mesél a diákoknak tanítási időben. Immár 18. éve hagyomány, hogy október első hetében rendezik meg az Országos Könyvtári Napokat. Mivel a Népmese napja szeptember 30-a egybeesik a programsorozat első napjával, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban ezen a napon a meséjé volt a főszerep. Mi hiszünk abba, és a könyvtárunknak az a célja, hogy megadjuk minél több gyereknek a mesemondás és a mesélés élményét. A héten hagyományos programokkal várjuk az érdeklődőket, ingyenes beiratkozás, amnestia, garázsvásár, és egy számtalan program a városba. Több mint 40 programunk lesz, nem csak itt a központi könyvtárunkban, hanem valamennyi fiók könyvtárunkban, de a vármegye szerte szervezzük a programokat, a legkisebb településre is visszük a kulturális eseményeket és szervezzük a programokat. Lesz kiállítás megnyitó, könyvbemutató, író-olvasó találkozó. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy icili-picili házacska. Szintén hagyománynak számít már a vármegyei könyvtárban, hogy évről évre meghívnak egy-egy közszereplőt, mondja el kedvenc meséjét a gyerekeknek. Ezúttal Nagy Szabina, nyíregyházi önkormányzati képviselő mellett Baracsi Endre, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közgyűlésének alelnöke osztotta meg a diákokkal egyik kedvenc történetét. A tavalyi évben, amikor itt voltam a Népmese napján, akkor valóban egy olyan történetet mondtam el, ami az én életemben történt meg, és azt próbáltam egy kicsit ilyen meseszerűen átadni a gyerekeknek. És azért érdekes a Népmese, mert valóban így is keletkeznek, hiszen valóban olyan történetek öltöttek formát népmesei alakban, amely a régi korban, az örökségünkben megtörténtek, és ezek váltak úgymond a magyar léleknek a részévé. És azt hiszem, hogy a magyar népmese az pontosan ezt szimbolizálja. Örökségből fakadóan, valóban néha tanító jelleggel, néha oktató jelleggel, néha pedig figyelmeztető jelleggel mesél el olyan történeteket, amelyek valóban ott vannak a néplélekben, és amelyek azt szolgálják, hogy egyrészt örökséget mentsünk át, másrészt pedig azért valóban legyen egy olyan közösségformáló élmény, egy olyan közösséget erősítő szál, amely úgy gondolom, hogy a népmesének valóban szerepe is és feladata volt. A megkérdezett diákok körében népszerűek a magyar népmese hősök. Nekem a magyar népmeséik a kedvenceim, és hát az összeset szeretem. Van olyan történet, ami néha eszedbe szokott jutni, hogy aha, na én is majd olyan okos leszek, olyan bátor, mint az a főhős. Vannak-e számodra különösen fontos figurák? Nem annyira. Pókember, vasember, Amerika kapitány, Hulk. És számodra ők fontos példaképek egyébként? Hát szoktam őket nézni tévékbe. És vannak szerinted olyan magyar népmesei hősök, akik legalább ilyen erősek mondjuk, mint Hulk vagy Pókember? Nem. De mikor a medve meglátta a csillag szemét, a tömlöc legtávolabbi szögletébe kucorodott, s dehogy ismerte volna bántani. Nagy Szabina meséjét a csillagszemű juhászról egy másik különleges képességekkel rendelkező hős Vas Laci története követte, ezt Kácsor Ignác Gabriella múzeumpedagógus mesemondó tolmácsolásában ismerhették meg a gyerekek. Na de Laci, megfogta a buzogány, megpördítette, püf, vissza, éppen a hétfejű sárkány sarkantyújának a sarkánál állott meg a buzogány. A 28 fejű sárkány legyőzése után a gyerekeket népi hangszeres és színi előadás várta, a felnőttek számára pedig további számos előadással, garázsvásárral, ingyenes beiratkozási lehetőséggel készülnek a szervezők. Rudolf Péterrel is találkozhattak azok, akik a nyíregyházi Krúdy Gyula Ártmoziban megnézték a Richter Gedeon életét bemutató Nem tűntem el című filmet. A főszerepet alakító színművész a Richter Egészségváros program nagykövete. A vármegye székhelyen október 5-én várják a program rendezvényeire a városlakókat. Richter Gedeont árvaként a nagyszülei nevelték fel Gyöngyösön.
Alig 30 évesen megalapította Magyarország első modern gyógyszeripari vállalatát, és nevét néhány év múlva a világ számos országában ismerték már. A film Richter Gedeon életét mutatja be, aki eredeti gondolkodásmódjával küzdötte le a történelem kihívásait, az ő alakjának állít emléket a dokumentumjátékfilm. A filmvetítést követő találkozón részt vett a film főszereplője Rudolf Péter, aki a középkorú és az idős Richtert alakítja. A színművész megtiszteltetésnek érzi, hogy eljátszhatta ezt a csodálatos embert. A tehetség, a zsenialitás az nem feltétlenül jelent jellemtorzulást, mint ahogy sokszor egyébként tapasztalja az ember, és felmentést kell adnunk, mert az illető zseni, ezért aztán tiporhat maga körül. Ez olyan jó érzés, hogy vannak emberek, akik zsenik, és attól még emberek tudnak maradni. Rudolf Péter a Richter Egészségváros program nagykövete. A színművész rendező a közönség találkozón beszélt a forgatás nehézségeiről, de az egészséges életmódról is. Nagyon fontosnak érzi a prevenciót, fontos számára az étkezés és a mozgás. Színészként nehéz az életmódra figyelnie, szerinte mindenkinek saját ritmust kell kialakítani. Amikor van egy ilyen jól szervezett programsorozat, akkor az ember bevonzódik és megteszi azt, amit egyébként magától is meg kéne tennie. Azt meg külön nagyon szerettem ebben az egész felkérésben, hogy amikor megtudtam, hogy közben a kórházak kapnak egy-egy ilyen szűrővizsgálaton való részvételét járó pontok forintá tudnak változni, és bár nyilván nem oldja meg az adott kórház és a magyar egészségügy helyzetét, de mégiscsak egy közösség hozzájárul ahhoz, hogy a saját kórházában valami új készülék új készüléket be lehessen szerezni, az szerintem meg nagyszerű dolog, mert egyszerre törődni magammal és a közösségem, mert ez egy nagy ötlet, ebből kéne még 1000. Október 5-én Nyíregyházán a Richter Egészségváros programjain való részvétellel az érdeklődők támogathatják a Richter Gedeon NRT által felajánlott 3,5 millió forint értékű alapadományösszeget, amellyel a nyíregyházi Józsa András Tagkórházat segítik majd. Céltudatosság és akaraterő. Kovács Richárd elmondása szerint ezek kellettek ahhoz, hogy eljusson a párizsi olimpiára, ahol az 5. helyet szerezte meg. Az NVSC Big Boxing ökölvívója a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnázium diákjaival találkozott és osztotta meg velük az 5-karikás játékokon szerzett élményeit. Párizs 2024. Olvasható a felirat Kovács Richárd karján, bizonyítva, hogy viselője ott volt az olimpián. A nyíregyházi boxoló sok meghívásnak tette eleget az 5-karikás játékok óta. A Kossuthban egy kis bemutatót is vállalt az egyik testnevelési óra keretében. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok diáknak, gyereknek valamilyen szinten motivációt tudok adni, ugyanis én hátrányos helyzetű iskolába tanítok, és ugye én is hátrányos helyzetű voltam kisgyerekkoromban, és tudom, hogy milyen. Nem könnyű, hogyha nincs megfelelő támogatás. Ennek érdekében elindítottam egy dolgot, ami szerintem nagyon fog segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeken. Egy alapítványt fogunk megnyitni és alkotni, és nagyon bízom benne, hogy ennek az alapítványnak a segítségével fogok tudni a gyerekeknek segíteni. A gimnázium dísztermében pedig már arról az útról beszélt Nagy Lajos tanítványa a diákoknak, amelyen eljutott az olimpiai 5. helyig. Kisgyerekkorom óta ez volt az álmom, hogy olimpián részt vegyek és olimpián jó szerepeljek. Én úgy érzem, hogy mindkettő sikerült. Sajnálom, hogy érmet nem tudtam hazahozni, de nem vagyok csalódott, ugyanis nem ez lett volna az első olimpiám, de ez volt, nem az én hibám volt. Ugye első olimpián pontszerző helynek, tehát már nem vagyok csalódott, meg ugye a világ legjobb 20 embere volt ott a súlycsoportban. Nagyon nehéz út, nagyon sok lemondással járt nekem, de legfőképpen a céltudatosság, én azt kiemelném, és az akaraterő. Mert ez nélkül a két fő nélkül nem ment volna.
A Kossuth diákja volt a háromszoros olimpiai bajnok öttusázó Balczó András is. A rendezvényt megszervező Pazonyi György azonban nem csak ezért tartja fontosnak, hogy az iskolában ápolják az olimpiai hagyományokat. Ha azt mondom, hogy értékvesztett világban élünk, akkor szerintem nem mondok újat. Klasszikus példaként szoktam a gyerekeknek mondani, hogy inkább lelkesednek egy olyan TikTokos sztárért, aki leégeti a haját és ezzel szerez milliós követőket. De mögött nincs tartalom. Amit Ricsi véghez vitt Párizsban, vagy tavaly az Európa játékokon, a mögött van. Ő egy olyan srác, aki mélyről jött és nagyon magasra emelkedett, egyetemet végzett, tanít, példakép a gyerekeknek, úgyhogy ezt szerintem nem kell magyarázni. Kovács Rihárd elmondta, egyelőre a sérült vállát szeretni olyan állapotba hozni, hogy ismét ringbe léphessen. Tervei között szerepel az is, hogy elindítsa profi karrierjét. Kedves nézőink, híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főbb hírei még egyszer, de már csak néhány mondatban. A munka gerincét a területi operatív programok megvalósítása és a TOP plusz feladatok előkészítése alkotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés most lezárult ciklusában. Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke 35 perc című műsorunkban nyugodt építkezésként jellemezte az elmúlt 5 évet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre való jelentkezésnél felvételi többletpontot jelent, ha valaki elvégzi az okleveles technikus képzést rendészet és közszolgálat ágazaton a Nagykálói Budaiban. Az együttműködésről szóló megállapodás pénteken írták alá az MSC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium, valamint a Felsőoktatási Intézmény képviselői. Megkezdődött az Országos Könyvtári Napok programsorozata. Nyíregyházán 3 napon át várják az érteklődőket a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az első nap, szeptember 30-a egybeesett a Magyar Népmese napjával. Ennek alkalmából a magyar népmesei tradícióból kaphattak ízelítőt a diákok. Október 1-e van, KEDD, a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb. Szerdán este jelentkezünk, addig is várja önöket a weboldalunk, ha lemaradtak volna valamelyik tudósításról. Akkor a kölcseitv.hu-n keresztül újra megtekinthetik. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Szerdán a borulték mellett sokfelé várható eső, zápor, még több helyen lehet élénk a déli délkeleti szél, majd délután többnyire mérséklődik a légmozgás. Napközben 16-18 fokig melegszik fel a levegő, de a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.